A filmrészlet alatt Spányi Antal megyés püspök néhány gondolatát hallhattuk. Köszöntöm vendégeinket, a Kossuth és Jászai Mari díjas Eperjes Károlyt és a film egyik rendezőjét, Törcsi Leventét. És mindjárt meg is jegyezzük, hogy a film másik rendezője, Kovács Levente, ma egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni hozzánk. Jó estét kívánunk! Jó estét, jó estét kívánunk! Hogy született meg a film alapgondolata? Hát mindig is volt bennem, vagy bennünk egyfajta elgondolás, hogy ne a könnyebb felé hajoljunk el. Éreztünk valami hiányt, amit nem tudtunk igazából magunknak megmagyarázni, mert nem voltak igazodási pontjaink. És aztán kezembe került három könyv, az egyik Balsi Balázs atyának a Mi dolgunk a világon, Géretz Imre atyának a Tevékeny jelenlét, és Báni Zsáknak a Csente szokott szív című könyve. És hát ez indított el azon az úton, hogy elindítsuk ezt a filmet. És a színművész mosolyogva passzolta a kérdést ugye a rendezőnek, de ugye elhangzott a válaszban is, hogy nem a könnyebb utat választottuk, vagy nem a könnyebb témát. Hogyan fogadta ezt a felkérést? Mert valóban akkor a Marian fölhívott engem, és mondta, hogy a két Leventével kéne ezt csinálni. Hát én meglepődtem. Éppen készültünk a mi filmünkre, nem minthez nem a miénk lenne, és akkor mondtam, hogy én nem tudom, hogy mikor érek rá, de megvárunk. És akkor megvártak. Elküldték a szinopszist, és nagyon tetszett. És pláne azokkal a papokkal, akiket ők összeverbúváltak erre, én azt gondolom, hogy ez még csak az első rész. Ők olyan nagyon nagy munkát fektettek ebbe, ez 3-4 részes is lehet majd, most ez az első része, ez így kész van. Ugye el is hangzik az első beszélgetésben Báni Zsákkal, hogy a mai világunk annyi ingert tartogat, és annyi módon csábítja a figyelmünket, hogy nagyon nehéz megtalálni a csendet, illetve hogyha az emberek mégiscsak ilyen csendbe kerülnek, akkor egy vagy nem bírják, és azonnal valami ingerhez, kütyűhöz fordulnak, vagy pedig szembesülnek vele, hogy ez a csend nem is mindig olyan áldásos és megnyugvást hozó eleinte, mint ahogy arra számítottak, hanem van egy csomó küzdelem. Szerintem ezért van még egy harmadik eset is, az a rosszabbik, hogy nem veszük észre a csendet. Tehát, hogy kell megteremteni a csendet? Kinek hogy? Mondanám én, mert mindenkinek más. Én azt gondolom, hogy az Izsáknak is a könyvét, Barsi Balázs atya ezen könyvét is, a Szára Bíborosnak a Csendszava, ugye az volt az a könyv, ez ihlette, aki itt volt egyébként a budapesti eucharisztikus találkozón, én magam is ott voltam az ő szentmisén, ő egy fekete bíboros, szabad így mondanom, fekete színű, de nagyon népszerű, és nagyon, nagyon mély gondolatai, meghökkentő mély gondolatai vannak, és szerintem sokan elindultunk ebbe az irányba, ebbe a zajos világba, igazából az Istent csendbe lehet meghallani. És ez a lényege. És erre próbál a film reflektálni versekkel, gondolatokkal, innen, onnan, amonnan, élettörténetekkel. De akkor létezik valóban az, hogy ez tényleg egy küzdelem, és hogy először néha negatív dolgok jönnek a felszínre, amikor az ember magára marad önmagával, és nem egyből az van, hogy a mély földön túli megnyugvás éri őt. Hát igen, ahogy a filmben is aztán, pont ahogy az Izsák rákérdezett erre hasonlóan a filmben, akkor én rögtön beugrott nekem Adinak. Hát ő neki nagyon sok ilyen verse van, ilyen megtérő verse, az Úr érkezés. Hát ez pont ez. Nem harsonám jött néma igaz öleléssel. Tehát az a csendben születik meg, amikor az ember úgy az igazi lényével találkozik, és akkor rádöbben arra, hogy egy biztos a világban, hogy én is az én teremtő. És akkor talán meghallja a teremtőit. Mi volt a koncepció egyébként Eperjes Károly szerepével kapcsolatban? Érdekes, hogy egyrészt ugye kérdező is, ugyanakkor van olyan része a filmnek, amikor őt kérdezik, megvallja a saját vívódásait, a saját útjáról is mesél nekünk. Ez nagyon érdekes egyfajta... Meg van benne, igen, egy dramatizált jelentés, amikor ez a pusztán sakkozik. Most ezt látjuk pont, igen. És ez nem más, mint egy ilyen bergmani létélményjáték, amikor különbséget tudunk tenni
a kronoszi individuum és a kajlikus énünk között, a teremtett egyetlenségünk között, ami kapcsolat Istenhez. És addig, amíg önmagunkkal vagyunk elfoglalva, amíg ez a létfejtő, lételhagyó automatizmusokat éljük végig, addig nem tudjuk befogadni azt a teremtett egyetlenséget, amit képviselünk, ami életre hív bennünket. És hogy miért is van üresen hagyva az a fotel a pusztán, az pont ennek a tevékeny jelenlétnek a helye, aki türelmesen kivárja, amíg az ember feladja a saját akaratát, és utána egy szívűségben tud már gondolkodni. Valószínűleg a film forgatása is alkalmat adott arra, hogy ebben a várakozásban művész úr átgondolja a csendnek ezt a lényegét, és hogyha megnézzük, akkor az elcsendesedésnek valahol a legnagyobb ellensége az a becsvágy, az, hogy igazából nem tudjuk, hogy jó-e, hogyha csendben maradunk, de vajon hol van az az egészséges határ, az ambíció, az egyéni ambíció, a személyes ambíció és a becsvágy között, amikor még meg tudjuk találni azt a lelki nyugalmat, amit a csend lehet adhat. Hogy erre egy élet is rámegy az ember életében. Én ezt először akkor hallottam, amikor Anatoli Vasilyeva művész színházban Dosztojevszkijt rendezte, a Nagybácsi álmát, és én nagyon szerettem volna neki jól megfelelni, és nagyon jól csinálni, amit csinálok, és mindig azt mondta nekem, hogy Károli, dobj el az ambícióit, dobj el az ambícióit. Mondom, és akkor, ha én eldobom az ambíciót, akkor te lődörgök, vagy mit csináljak? Nem, én most már értem, akkor egy jó pár évig nem értettem, hogy mi az, hogy dobjam el az ambíciómat. Hát ambíció nélkül nem lehet fölmenni a pályára, nem lehet fölmenni a színpadra. Hát hogy? Nem lehet csinálni egy riportot, semmi. És akkor rájöttem, hogy ez egy másfajta ambícióról beszél, mint ami a hétköznapi ambíció, hanem ez inkább az, amikor az ember úgy magának hátralép, és akkor hagyja, hogy az Isten mit vár tőle, és akkor például Dosztojevszkijnél a téma szólal meg, és nem az ember szólaltatja meg a témát, hanem a téma bele kúszik az emberbe. Én és az egy más. Általa. Hát, az más. Mm. De hát ezen dolgozunk egész életünkben szerintem. Nekem a becsvágya, én ott döbbentem, ott kezdtem rá döbbenni, aztán később Első János, vagy Ferenc pápának az írásánál döbbentem rá, hogy a becsvágy az egyik legkomiszabb bűn, ami az embert úgy elkapja. Ez a Jézus a pusztában, amikor háromszor kísértés, ugye az egzisztenciális változtatásnak őt kenyér, a dicsőség és a hatalom, ez a három együtt, az a becsvágy. És hogy én ezt megtehetem, hát hisz nekem ez képességem van, nekem ez. És amikor az ember ezt úgy szerényen visszatudja tolni magába, és akkor teret ad az Istennek, talán így a jó, ugye? Tehát jobban tudja mondani. Mi volt az elsődleges cél a filmmel, illetve mi az, amit még tudnunk kell a megszólalókról, nagyon legtöbbjük ismert, de ha valaki még nem találkozott a nem. Neves egyházi személyek, a legkiválóbbak talán. Balsi Balázs atya, őt szeretném kiemelni, mert valahol ő volt ennek az egésznek a lelki, szellemi mentora, segítője, de mindenki más természetesen segítette a munkánkat, ahogy a művész úr is. Amikor kicsit eltévedtünk, akkor egy kérdéssel, ami benne volt a válasz, hogy visszaterelt a helyes útra bennünket, hogy jobban tudjuk megfogalmazni azt az üzenetet, amit szeretnénk megfogalmazni. Benne van Bánizsák, a Szent Mauricius monostornak a perjele, Bese Gergő plébános, akkor Juhász Gábor. Juhász, az majd később. Majd a későbbiekben. Későbbiekben, hát ő egy külön. Spányi Antal, püspök úr, igen. Mit hagytunk még ki, mindenki megvan. Ebben az első részben. Az első egy rövid válaszjól értem, hogy akkor lesz folytatás is. Nagyon reménykedünk benne. Most beadtunk a Nemzeti Filmintézethez még három epizódot, de annyira gazdag a tartalom, hogy meg a korlátainkat már rég kinőttük.
És ahogyan ebben az epizódban ugye az értelmi ébredéséből elindulunk ugye az új ember születéséig, az egy szekvencia, de utána jön az, hogy a megszületett új ember mit kezd magával, mi az a cselekvő ige, a szeretet, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden fogalmi kör van, amiről kell beszélni. Várjuk a folytatást. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.